ünnepi nyitvatartás, Minden Szentek és Halottak napján hosszabb ideig lesznek nyitva a temetők. Nem érdemes várni, ha a napi átlag hőmérséklet 7 fokra csökken, ideje téli gumira váltani. Kihívás a sebészek számára, az országban egyedülálló műtétet végeztek el Nyíregyházán. November első hétvégéje hosszú hétvége lesz a Minden Szentek és Halottak napja miatt. Emiatt a sírkertek üzemeltetői felhívják a figyelmet a meghosszabbított nyitvatartásra és az esetleg változó forgalmi rendre. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nyíregyházán a korábbi hagyományokat folytatva idén is tartanak megemlékezést az első világháború áldozatainak sírjainál, a Dugonics úti hősök temetőjében, ahol 2800 mécsest gyújtanak majd meg. Közel 60 urna sírhelyet telepítettek Máté Szalkán a köztemetőben, ahol idén is folytatják a szilárd burkolatú utak kialakítását. A köztemető üzemeltetői már készülnek a közelgő hosszú hétvégére. Ebben az évben november 1-e, vagyis a Minden Szentek ünnepe péntekre esik, ami így hivatalosan munkaszüneti nap lesz. Ezt követi másnap a Halottak napja, november 2-án. Az ilyenkor megnövekvő látogatói létszám miatt a temetőben meghosszabbított nyitvatartással várják a megemlékezőket, a volánbusz járatai közül pedig lesznek olyanok is, amelyek közvetlenül a köztemetőnél állnak meg, október 26-a és november 1-e között. A Máté Szalkai köztemető a Minden Szentekre való tekintettel meghosszabbított nyitvatartással fog üzemelni. Ez azt jelenti, hogy október 26-ától november 1-ig hosszított nyitvatartás lesz, ami azt jelenti, hogy reggel 7 órától este 8 óráig lehet a köztemetőt látogatni. Nyilván a köztemető területén a kereszt szabályokat be kell tartani, gépjárműen ingyenesen be lehet lenni a köztemető területére ezekben a napokban. Ez alól kivétel a november 1-e, ami azt jelenti, hogy reggel 7 órától 10 óráig lehet csak behajtani a köztemetőbe gépjárművel, 11 órától pedig minden gépjárművel el kell hagyni a temetőt, nyilván ezáltal is azt elősegítjük, hogy ne zavarjuk a gyalogosan érkező látogatókat. Nyíregyházán is ünnepi nyitvatartásra, valamint ideiglenes működési rendre lehet számítani. Október 23-ától november 3-ig sírköves munkálatokat nem lehet végezni a temetőben. Máté Szalkához hasonlóan itt is reggel 7 órától este 8 óráig látogatható a sírkert, október 28-a és november 3-a között. A gépjárművel való behajtás november 1-én, azaz pénteken ingyenes lesz, reggel 7 és 11 óra között, de itt akár csak Máté Szalkán 11 óráig az autóknak el kell hagynia a területet. Pénzes Tibor Csaba azt mondta, idén is szerveznek megemlékezést a Dugonics úti hősök temetőjében Nyíregyházán, ahol 2800 sírban 14 nemzet hősi halottai nyugszanak. 12. alkalommal rendezzük meg november 2-án a Nyíregyházi Hősök temetőjében a szokásos mécsetgyújtásunkat. A hősök temetőjére tudnunk kell, hogy egy első világháború sírkelt, ahol első világháborúban elhunyt katonák nyugszanak, és a Nyíregyházi Megyeújgó Város Önkormányzatának támogatásával, civil szervezetek közreműködésével 2800 mécsest fogunk meggyújtani a temetőben. Ebben az évben Szabó Tamás görög katolikus parókus fogja tartani 13 órai kezdettel az ünnepi liturgiát, és ezután pedig meggyújtjuk a 2800 mécsest. Pénzes Tibor Csaba hozzátette, nem csak a nyitvatartás, de az ügyfélfogadási rend is változik. Október 28-a és október 31-e között délután 5 óráig lesz nyitva az ügyfélszolgálat, november 1-én pedig a Korányi úti ravatalozóban szintén a hagyományokat folytatva kegyeleti termékekből rendeznek kiállítást. Elindult a szezon, már javában cserélik az abroncsokat a gumiszervizekben. A téli gumi esetében érdemes leellenőrizni a mintázat profil mélységét. A 4 évszakos abroncsok a téli és nyári szettekhez képest kevésbé bírják jól a szélsőséges időjárási körülményeket, így aki például síelést tervez, mindenképpen téli gumival induljon útnak. Ez egy tipikus példája annak, hogy ezt az a téli abroncsot nyári felhasználás mellett is használták, mivel itt az anyagból darabok válnak ki, tehát itt a téli abroncs keverék, az ugye, amit beszéltünk is, hogy nagyon puha, és a forró aszfalton ezt tudja eredményezni, tehát egy rendellenes kopást képet tud mutatni.
Már javában készítik az autókat a télre ebben a nyíregyházi szervízben. A téli gumi esetében érdemes leellenőrizni a mintázat profilmélységét, hiszen 4 mm alatt már nem biztonságos a használata. A szakértő szerint, amikor a napi átlag hőmérséklet 7 Celsius fokra csökken, cseréljük le az abroncsokat. A téli és a nyári abroncsnak az anyag összetétele az különbözik egymástól. A téli abroncsok azok egy sokkal puhább keverékkel rendelkeznek. Ez biztosítja majd a téli időjárási körülmények között a megfelelő tapadást. Az utóbbi években egyre több vásárló érdeklődik a megvásárolni kívánt gumiabroncs DOT számáról, mondván, ha nem az aktuális évben került gyártásra, akkor már nem is érdemes megvenni. Azonban nem egy gyorsan romló termékről van szó. A DOT szám az abroncs oldalfalán található jelölés, ami a gyártási időt is mutatja. Az utolsó 4 számjegyből az első 2 a gyártási év adott hetét, a második 2 a gyártási évet jelöli. A DOT kérdésben azt kell figyelembe venni, hogy egy szakszerűen tárolt abroncs esetében ez 3 évig új abroncsnak tekinthető, 5 évig pedig frissen gyártott abroncsnak tekinthető, és összességében pedig egy 10 évig őrzi meg az abroncs a tulajdonságát. Itt arról érdemes még beszélni, hogy egy megfelelően tárolt abroncs esetében, például, hogyha most nálunk egy raktározás során 1 év alatt tároljuk megfelelő körülményeket között az abroncsokat, akkor annyit öregszik az abroncs, mint hogyha egy átlagos felhasználó nap mint nap használja az autóját 3 hétig. Tehát 1 év kontra 3 hét használattal van, tehát hogyha azt veszük, akkor a felhasználhatósága az a felszereléstől számított egy 4-5 évig ajánlott. A szakértő hozzátette, hogy a 4 évszakos gumik a téli és a nyári szettekhez képest kevésbé bírják jól a szélsőséges időjárási körülményeket és a jeges útviszonyokat. Így csak városi használatra ajánlja azokat. Az országban egyedülálló műtétet végeztek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház Nyíregyházi József András Takkórház sebészeti osztályán. A laparoszkópos technikának köszönhetően rövidül a műtét utáni kórházban töltött idő. A dr. Tóth Lajos Barna osztályvezető főorvos vezetésével megvalósult műtét sikeres volt, a beteget már a beavatkozást követő 6. napon hazaengedték. 2012-ben Magyarországon először Nyíregyházán végeztek citoreduktív sebészeti beavatkozást magas hőmérsékletű hasüregi kemoterápiás kezeléssel. Ezt a kombinált technikát azoknak a betegeknek a kezelésére találták ki, akiknél különböző betegségek miatt a hashártyán áttétes daganatok alakultak ki. A témával kapcsolatban Tóth Lajos Barna volt 35 perc című műsorunk vendége. Ugye erről a műtétről azt kell tudni, hogy ez két alapvető részből áll. Van egy hosszú műtéti procedúra, ami az elején, amikor elkezdtük ezeket operálni, azért 8-10 órán keresztül tart. Ennek az a lényege, hogy a hasüregben lévő összes daganatos szövetet, szervet eltávolítjuk. És ilyenkor, amikor úgy mondjuk ez csúnya latin szó, hogy a makroszkópos daganatmentességet elértük, tehát amikor már nincs a hasüregben látható daganat, sajnos tapasztalataink alapján tudjuk, hogy részben a kezünk által, részben a betegség kifejlődés által mikroszkópikus méretű daganatsejtek mindig maradnak a hasüregben. És ha ezeket nem kezeljük, akkor ezekből rövidebb, hosszabb idő után újabb daganatok nőnek ki a hasüregben. És erre találták ki ezt a magas hőmérsékletű hasüregi kemoterápiát, ami egy nagy koncentráció, magas hőmérsékletű kemoterápiás szer, aminek az a célja, hogy a hasüregben kószáló apró kis gonosz daganat sejteket, amiket nem látunk a saját szemünkkel, azokat elpusztítsa. Ez a pumparendszer hasonló, mint egy szívmotor. Csöveken keresztül a beteg hasüregébe áramlik a kemoterápiás oldat, majd megfordul és egy másik csövön át kimegy. Ez a folyamatos cirkuláció azért szükséges, mert a 42,5 fokos hőmérsékletet így tudja a berendezést tartani. A magas hő sokszorozza a hasüregbe juttatott kemoterápiának a daganatsejt pusztító hatását. Kezdetben a leghosszabb ilyen műtét 12 óra 5 percig tartott. Nem olyan régen elkezdték ennek a nagyon borzasztó, hosszú, nehéz műtétnek a laparoszkópos technikáját. Ez egy borzasztó nagy kihívás a sebész számára, hiszen alapvetően is nehéz és hosszú műtét, de azért így, ahogy már tanulási időszakon túl vagyunk, ez a 10-12 órás átlag műtét idő most már lement egy ilyen 3-4-5 órára, tehát már relatíve gyorsabban csináljuk ezeket a műtéteket. Viszont rengeteg szerfesz, szervrendszerhez kell hozzányúlni a hasüregben. És hát ezt kitalálták, hogy meg lehetne ezt próbálni laparoszkópos
mikroszkóposan, és külföldön már ezzel gyűltek a tapasztalatok, már több országban elkezdtek ilyen műtéteket, és hát mi pedig úgy gondoltuk, hogy ha már mit tudtuk Nyíregyházán, Magyarországon először meglépni ennek a műtétnek a nagy testvérét, akkor szerettük volna, hogyha a magyar sebészet történetében lenne egy megint kicsi lábnyom Nyíregyházával, hogy ennek a műtétnek a laparoszkópos változatát is Nyíregyházán csináltuk meg 2024. szeptemberében. A laparoszkópos technika előnye, hogy a kisebb meccések miatt mérsékeltebb a sebfájdalom mértéke, a páciens hamarabb mobilis lesz és kevesebb szövődmény alakul ki. A 44 éves férfi műtétje sikeres volt, már az operációt követő 6. napon hazaengedték. 20 egymásra rakott hulladék vasúti talpfa égett tegnap napközben Záhonyban a rendezőpályaudvar egyik őrhelyénél. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugárral, kézi szerszámokkal oltották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett. Csak 2012 óta nyilvános, hogy Váci Mihály naplót is írt az 1956-os eseményekről. A nyíregyházi születésű költő ugyanis akkor már a fővárosban élt, és részese volt a forradalmi történéseknek. Az 56-os napló tartalma teljes terjedelmében változtatások nélkül hangzott el egy irodalmi est keretében. A program része a Váci emlékévnek, amely a Kossuth és kétszeres József Attila díjas költő munkássága előtt tiszteleg. Váci Mihály 2024-ben lenne 100 éves. Hújjatok levelek, takarjatok engem, mert az édesanyám sírva keres engem. Népünk legtisztább áldozása, Váci Mihály naplója címmel irodalmi estre várták az érdeklődőket a szervezők a Váci Mihály Kulturális Központba. Köszöntőjében Mészáros Szilárd igazgató elmondta, az intézmény méltó módon kíván tisztelegni névadója munkássága előtt az emlékévben. A tankönyvkiadó pártszervezetének a vezetője, Steinné, azonnal körbe szaladgált, s kiadta a legszigorúbb utasítást, hogy senki sem merjen kivonulni. Felelősségre vonással fenyegetett engem is, amelyet egy rövid feliratban hírtattam a dolgozóknak arról, hogy mi történik a városban, mikor lesz a felvonulás, és hívtam mindenkit a tüntetésre. Az 1949-től már Budapesten élő költő a tankönyvkiadó vállalat munkatársaként szerkesztői munkát végzett. Az 56-os eseményeket pontosan leíró napló tartalma változtatások nélkül került az irodalmi műsorba. Ez a mai alkalom, ez az 56-os eseményekről egy megemlékezés egyrészt, tehát a 56-os forradalom és szabadságház eseményeiről, illetve Váci Mihály 1956-os naplójáról, ami ki tudja, hogy miért, de nagyon hosszú időn keresztül nem jelenhetett meg a nyilvánosság előtt. 2012-ben jelent ez meg tulajdonképpen, Tasnádi Gábor irodalomtörténész, doktor Tasnádi Gábor. Ő találta meg, nem találta meg, hát kutatta ki, és fedezte fel tulajdonképpen a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és így jelentette ezt meg. De úgy terjesztve nincs. Az 56-os eseményeken jelenlévő Váci Mihály 16 oldalas naplója forrásértékű. Írása viszont csak az október 23-a és 28-a közötti történéseket rögzíti. Így a napló tulajdonképpen egy torzó. Nyomomban széjjel taposott galóca. Lobb a naplegyka, hidd csak el. A legendám kigyúl, mint csipkerózsa. S ki jön felém majd saruit leoldva, szeresse lobogásom töviseivel. Azt hiszem, hogy az ember így, ahogy idősödik és tapasztalatokkal gazdagszik, ez is egy olyan úgymond időbefektetés volt számomra, hogy elszégyeltem magamat, hogy mennyi mindent nem tudok, és mennyi mindent nem tudunk, és nagyon nagy fontos feladatnak tartom azt, hogy legalább mi, akik egy kicsit tudunk úgymond a néppel, az emberekkel kommunikálni, átadjunk neki olyan dolgokat, amik a mai napig is akár változhatnak, mert olyan új információkkal találkozunk, hogy nem lehet hátradőlni és megnyugodni, hogy valami úgy volt akkor. Engem megmondom őszintén felzaklattak a szövegek is, amiket összeraktunk és együtt összeolvastunk és dolgoztunk rajta. A legnagyobb meglepetés számomra az volt, hogy Váci Mihályról nem tudtam, hogy az 56-os forradalomhoz igenis nagyon-nagyon fontos köze volt.
Váci Mihály naplója a műsorban fellépő valamennyi művészt megérintette, még inkább tapinthatóvá téve a forradalmi napok által felszínre hozott érzéseket. Nem igaz. Hát nem figyel senki. Nem jegyez senki. Nem írják fel a nevünk. Ennyi ezer ember közül nincs egy sem, aki azt kiáltaná, hogy de elvtársak. Nem hittük. Nagyon régen megfogadtam, hogy én 56-ban nagyon mélyen érint a téma is, hogy nem fogok fellépni. Én ezt sokszor megfogadtam, és ezt tartottam is, vagy nem tudom, tizenvalahány éve. És most, ahogy a Péter megkeresett, számomra nagyon klassz volt az, hogy egy kötetlenebb irodalmi felolvasóestként közelítjük meg a dolgot, tehát nem ez a merev ünnepi dolog. Ugyanakkor az anyag maga olyan erős, hogy teljesen a rabjai lettünk. A rendhagyó irodalmi est végén Váci Mihály Valami nincs sehol című versét a teltházas előadás közönsége a művészekkel közösen mondta el. Jövedéki termékeket kerestek, de tiltott rovarölő és növényvédőszereket találtak a Nemzeti Adó és Vámhivatal Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei egy férfi portáján Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az egyenruhások egy tiszapalti község lakóházához érkeztek ellenőrzésre, adózatlan jövedéki termékeket keresve. Első pillanatra úgy tűnt, hogy mindent rendben találtak a ház portáján, egészen addig, amíg a 21 éves férfi autója górcső alá nem került. A jármű csomagtartójában ukrán és lengyel útmutatóval ellátott növényvédőszerek kerültek elő. A termékekkel és azok beszerzésével kapcsolatban azonban a fiatalember nem kívánt nyilatkozni, csak annyit árult el, hogy ő azokat maga pakolta be autója csomagtartójába, hogy majd valakinek átadja. Az ismeretlen eredetű vegyszerek miatt a járőrök értesítették a kormányhivatal területileg illetékes növény- és talajvédelmi osztályát. A szakemberek megállapították, hogy a permetszerek nem rendelkeznek érvényes forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel, ezért a termékeket azonnal zár alá vették. Az elmúlt hétvégén Nyíregyházán rendezték meg a Csörgő Labda országos bajnokság és a Magyar Kupa sorozat szezonbeli első tornáját. A Wesselényi iskola tornacsarnokában 12 egyesület csapatai mérték összetudásukat. Bemelegítés, mint bármely másik sportágban, majd a rövid, ünnepélyes megnyitót követően kezdődhet a mérkőzés. A különbség többek között annyi a többi sportághoz képest, hogy a háromfős csapatok tagjai nem támaszkodhatnak a látásukra. Csak a labda csörgését hallva igyekeznek hárítani a kapujukra irányuló gurításokat. A csörgő labdát a II. Világháborúban találták ki Németországban, és a hadirokkantak rehabilitációjában alkalmazták. Aztán elkezdett terjedni Európában a sportág. Maga a csörgőlabda sportág elég régre nyúlik vissza, ugye 1978-ban Jugoszláviától tanultuk meg a sportágat. Igazándiból a Magyar Kézilabda Szövetség 2008-ban kezdett el egy megállapodást kötni a Paralimpiai Bizottsággal, hogy hogyan tudnánk felvállalni ezeknek a sportágoknak a fejlesztését, támogatását. 2010-ben a Magyar Kézilabda Szövetségben megalakult a Paralimpiai Bizottság, aminek az a lényege, hogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy a változó munkabíró képességgel rendelkező sportolókat hogyan tudjuk integrálni a civil életben, és támogatjuk azzal, hogy a sportszervezésben helyt és házigazdái vagyunk ezeknek az eseményeknek. A Magyar Kupában 20 év alatti játékosok szerepelhetnek, a bajnoki meccseken pedig nincs megkötés az élet illetően. Ma 6 mérkőzés van, holnap 9 mérkőzés lesz ezen a helyszínen, és ott tényleg Debrecen, Szekszárd, Győr, Szombathelyről érkeznek a csapatok, és mindenkinek nagyon ajánlom egyébként, hogy látogasson ki, mert nagyon-nagyon nagy élmény látni, hogy ezeknek a sportolóknak ugyanolyan fontosak ezek a rendezvények és sportolási lehetőségek, mint az épp társaiknak. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint fontos, hogy a fogyatékossággal élő sportolók is minél több lehetőséget kapjanak arra, hogy szélesebb nyilvánosság előtt is megmutathassák tudásukat. Mindig vannak olyan rangos események, vannak olyan versenyek, amelyek, hogyha nem is az év minden napján, de legalább ezekkel az alkalmakon valóban ideirányítják a sportolóknak, illetve a sportvezetőknek, a szurkolóknak a figyelmét, akik egy kicsit érdeklődnek a csörgőlabda iránt, és ez azért is jó, mert azok is találkozhatnak vele, akik talán még nem ismerték meg ezt a sportot. És egy különleges hét ez a mostani, hiszen ezen a héten van a Fehér Bot napja is, ahol a látássérülteknek a
érzékenyítését próbáljuk erősíteni különböző társadalmi fórumokon is, és ezért úgy gondolom, hogy kiválóan kapcsolódik ez a mostani sporteseményehez, a héthez, és ezzel is talán felhívjuk figyelmi arra a fontos társadalmi kérdésre a figyelmet, hogy valóban itt minden fogyatékossággal élőnek megvan a szerepe, a helye, és valóban az a feladata a társadalomban, amellyel tudjuk segíteni egymást, és tudjuk segíteni azt a közösséget, amelyben élünk. És úgy gondolom, hogy maga a csörgőlabda is a sport nyelvén keresztül megerősíti ezt a küldetést, és valóban abban az érzékenyítő feladatban, amelynek úgy gondolom, hogy akár közszereplőként, akár sportvezetőként mindenkinek helye és szerepe van, itt a mai napon a csörgőlabda sporttal egy kicsit szintén rá tudunk erősíteni. Az országos bajnokság és a Magyar Kupa sorozat következő tornáját november végén rendezik meg Balatonbogláron. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Megváltozott nyitvatartás, megnövekedett látogatói szám, erre lehet számítani október 28 és november 3-a között a temetőkben. Minden szentek és halottak napja miatt a sírkertek az egész vármegyében virágokkal és mécsesekkel telnek meg. Nyíregyházán a hagyományokhoz hűen megemlékezést tartanak a hősök temetőjében is, ahol az ünnepi liturgia után 2800 mécsest helyeznek el az első világháború áldozatainak sírjainál. A hideg reggelek beköszöntével megindul a roham a gumiszervizekben. A szakértők szerint fontos, hogy mindig az adott évszaknak megfelelő abroncsokkal közlekedjünk. Az elmúlt évek tapasztalatai szerint sokan megvárják, míg leesik az első hó, és csak utána cseréltetik le a gumikat. Az országban egyedülálló műtétet végeztek el a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktató kórház Nyíregyházi József András Takkórház sebészeti osztályának osztályvezető főorvosa dr. Tóth Lajos Barna vezetésével. A műtét rendkívül összetett beavatkozás, amely nagy kihívás a sebészek számára. Az új technika előnye, hogy a kisebb metszések miatt mérsékeltebb a sebfájdalom mértéke, és kevesebb szövődmény alakul ki. Október 24-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, pénteken este ismét várjuk majd Önöket a vármegye legfontosabb történéseivel, számítunk akkor is a figyelmükre, viszontlátásra! Holnap a maihoz hasonló időre számíthatunk, térségünkben is derült napos idő várható, a hőmérséklet napközben 15 és 20 fokig emelkedik.